Kupák, elismerő oklevelek sorakoztak az asztalon, míg az év kiemelkedő eredményeket elért sportegyesületeinek képviselői és sportolói várták az ünnepélyes díjátadást. Ők azok, akik teljesítményükkel továbbvitték a tornai sport jó hírét, követve olyan elődöket, mint a kajakosok vagy az asztali teniszezők. Tolna mindig is büszke lehetett a sportjára, mondta a megnyitó beszédében a Pesszofer Ágnes polgármester. Én szeretnék köszönetet mondani azért a teljesítményért, amit sportolóként ennek a városnak a szíveiben tettetek. Én azt gondolom, hogy ugyan nem vagyunk nagyok, de művészetekben is és sportban is kimagasló teljesítményt nyújtottatok. Valaki, aki itt van, valaki mellé még jó tanuló is volt, de hát nagyon sok, aki már nem is iskolás, tehát hogy nem is tud jó tanuló lenni, de mindenképpen nagyon fontos az a sport teljesítmény, amit elértetek az elmúlt évben. Én azt kívánom valamennyi jötöknek, és valamennyi jöjjüknek, hogy legyen a következő évben is erejük, kitartásuk ahhoz, hogy ilyen remek eredményeket érjenek el. Az ünnepi beszédet követően vehették át elismeréseiket mindazok, akik 2019-ben országos bajnoki címet szereztek, Európa-bajnoki vagy világbajnoki éremhez jutottak, illetve nemzeti válogatottságot jelentő sportteljesítményt nyújtottak. Az önkormányzat már a költségvetésében minden évben komoly összeget fordít arra, hogy kiemelt sportegyesületeket támogassa. 6 kiemelt sportegyesület van jelenleg a városban, a Tolna VFC, a kézilabdaklub, a futszálosok, a kajakosok, a pingpong egyesület, tehát az asztali tenisesek, illetve a karatésok. Korábban kevesebb volt, de azt gondoltuk, hogy a karate is mindenképpen most már abba a körbe tartozik, akik megérdemlik azt, hogy a város kiemelt sportegyesülete legyen. Az, hogy valaki a város kiemelt sportegyesület, az azt jelenti, hogy egy éves kerettel nem mindenki ugyanakkora összegben kap támogatást, hanem ez függ a sportteljesítménytől és függ a csapatok létszámától, vagy az egyesületek létszámától is. Nyilván teljesen más versenyeztetni egy sok csapatból álló futballegyesületet, vagy egy karate egyesületet, ahol egyéni, vagy a karatésok, ahol egyéni versenyzők vannak. Két olyan egyesületünk van, akik városi tulajdonban lévő sportlétesítményt üzemeltetnek, ehhez is kapnak tőlünk forrást, és mindemellett kedvezményesen tudják igénybe venni, vagy bérbe venni azokat a sportlétesítményeket, amik a város tulajdonában vannak. De ezeken kívül, ezen a 6 kiemelt sportegyesületen kívül számos más olyan sportegyesület is van, akik sok-sok fajta sportot ismertetnek meg a gyerekekkel, felnőttekkel, tehát lehet kerékpározni, futni, úszni, pingpongozni, tollasozni, és még sorolhatnám. Tehát én nagyon köszönöm, és a mai nap is arról szólt, hogy ne csak beszéljünk róla, és ne csak anyagiakat adjunk, hanem legyen egy alkalom, amikor mindenki beszámolhat arról, hogy milyen eredményeket ért el, és legyen egy alkalom arra, amikor a sportéletményeket is el tudjuk ismerni városi szinten is. Úgyhogy én fontosnak gondolom azt, hogy a városi sportünnepen adjuk át a jó tanuló, jó sportoló kitüntető díjakat. Van egy sportkoncepciónk, és az alapján döntjük el, hogy ki lehet, vagy mely egyesületek lehetnek a város kiemelt sportegyesületei. Ez függ attól is, hogy milyen sporteredményeket érnek el, de attól is függ, hogy hány gyereket sportoltatnak, illetve hányat versenyeztetnek. Úgyhogy igen, van egy ilyen főszabály. Én azt gondolom, hogy ezeknek az egyesületeknek a száma semmiképpen sem csökken, hanem inkább növekszik. És nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy azokat az infrastruktúrális létesítményeket, amik a város tulajdonában vannak, értem ezzel a sportcsarnokokat, uszodát, sportpályát, folyamatosan modernizáljuk, és az évek óta most már igen komoly anyagi forrást biztosítunk arra, hogy ezeket minél korszerűbbé tegyük az e-sportolók számára. Szinte minden évben adunk át valami új sportlétesítményt, hogy még többen legyenek, nem feltétlenül sportegyesületek, de mindenképpen többen legyenek azok, akik sportolnak a városban. És én úgy látom, hogy már az óvisok is elkezdik ezt, úgyhogy nagy öröm, amikor itt ezen az alkalmon itt már olyan fotókat, videókat láthatunk, amiben egész piciktől az általános középiskolásokon túl felnőttek is sportolnak. Legyen ez így még nagyon-nagyon sokáig.
Az idei jó tanuló, jó sportoló díjat négyen vehették át. Hajszer Anna Luca kajakozó, Horváth Luca Szofi úszó, Kis Gréta Anett futszálos és Perger Zsolt labdarúgó.